Tudtam, hogy ebből egy visszafogott felszólalás lesz. Köszönjük szépen! Ez teszi ezt, hogyha valaki beleköt egy békésen demonstrálóba. Na és látom, hogy a Budapest Banknál álló sor kicsit el is kanyarodott. Észrevették ezek az emberek, hogy akadályozzák a gyalogos forgalmat, és már is úgy álltak be, hogy a gyalogos forgalom ne legyen akadályozva. De mindenképpen gyanús, hogy mi lehet a Budapest Bankban, amiért ekkora sor áll ott. Természetesen előbb-utóbb megtudtunk. Visszaadják a pénzünket! Igen, most azt mondja valaki, hogy visszaadják a pénzünket! A Budapest Bank úgy döntött, hogy ezen a június 20-ai pénteki délutánon visszaadja az emberektől az ellopott pénzt, és itt ugye vannak, akik ezért sorba állnak. Nagyon jó! Hát én örülök neki egyébként, mert már izgultam, hogy valami bankcsőd vagy ilyesmi, de hát nyilván nem, ennek nagyon örülök, csak simán visszaadják a pénzt. Jó! Mégiscsak megérte, szerintem itt az elmúlt két évben tüntetni, demonstrálni és bármi egyebet tenni, mert visszakapják az emberek a pénzüket. Nagyon jó! Hát mindenkinek mondom, aki esetleg látja a sort, hogy jöjjön ide az ország bármely részéről, vagy menjen el a helyi bankjába, és álljon sorba, mert ezek szerint majd pénzvisszaadás lesz. Biztosan tudják ezek az elszánt emberek, hogy erről van szó. Úgyhogy személyesen mi már nem utaltatunk pénzt, személyesen zsákba kérjük a pénzeket, már nézem is, hogy nincs egy pénzszállító autó, aki esetleg hozná az utánpótlást. Lehet, hogy arra vár itt mindenki, azért nem kapják meg a pénzeket, mert nem hozzák az utánpótlást. Majd most fog jönni. Ott már van egy kocsi, ami hasonlít a pénzszállítóra. Lehet, hogy már nem is biztonsági autókkal hozzák, csak simán ilyen furgonokkal. Tehát teljesen mindegy, itt már mindenki megkapja a pénzét, akkor senkinek nem kell lopnia. Igen, azt mondják itt néhányan, hogy Budapest Bankos reklámszatyorba fogják adni a pénzeket. Olyan még nincs otthon. Vagy lehet, hogy ilyen Budapest Bankos esemjőben lesz bele rejtve a dolog. Fogd meg, légy szíves. Na igen, igen, a Strebernek van Budapest Bankos esernyője. Igen, Budapest Bankos esernyő. Nekem, hogyha nagyon a napon állnának, itt a sorban állok, hogy a bank hozzon legalább ilyeneket. Tehát ebbe például elég sok pénzt el lehet vinni hazafele. Megkérek itt valakit, hogy oda, hát ha valaki szeretné. Ugye, ha Budapest Bank pénzt osz, akkor legyen Budapest Bankos esernyő. Akinek szüksége van rá, mert a napnál nagyon rásüt, az egy Budapest Bankos nap és esernyővel tud majd sorban állni. Nagyon régen majd megfenntartott elekkel. Igen. Igen, látom, kérdően nagyon jó, tehát így tart össze a nép. A mozgáskorlátozott hölgy, aki a toló kocsiban ülő, kapta meg a napvédelmet a nagy, hatalmas, nagy Budapest Bankos esernyővel. Tökéletes! Nagyon jó, azt látom, hogy néhányan megunták, tehát páran eljöttek a Budapest Banktól, és már nem állnak sorba, de vannak, akik kitartóak. De nagyon lassan haladt, tehát akik előálltak már fél órával ezelőtt, azok se jutottak még be. Nem tudom, mi történhet egy bankban. Nehéz megtalálni a feltérítést és a visszaadott pénzeket. Kicsit zenéljük, hogy könnyebb.